Tisztelt Füzesabonyiak! A járványveszély csökkenőben van, és városunkat eddig elkerülte a vírus. Ennek következményeként kormányzati intézkedésekkel összhangban néhány enyhítésről döntöttem, melyről szeretném tájékoztatni Önöket. A mai naptól óvodáink és bölcsödéink nem ügyeleti rendszerben, hanem teljes kapacitással működnek tovább. Természetesen lesznek és vannak óvintézkedések, például a gyermekek átvételekor, de ezekről az óvoda dolgozói tájékoztatják a szülőket. Június 2-ától minden önkormányzati intézmény, amely bezárt vagy korlátozásra került, megkezdi működését. Itt is születtek óvintézkedések, erről az ügyfelek, a szolgáltatást igénybevevők tájékoztatva lesznek. Feloldásra kerül az önkormányzati tulajdonú közösségi terekre, termekre vonatkozó tiltás is. Kisebb rendezvényekre igénybe lehet venni ezeket a helyiségeket. A fenti intézkedések azzal is járnak, hogy munkavállalóink rendes munkarendben dolgoznak tovább. Így a fertőtlenítő pontjainkat be kell zárnunk, mert oda embert biztosítani nem tudunk. Sokan érdeklődtek a siófoki nyaraló iránt, amely július 1-től megnyitásra kerül. Így le lehet adni a nyaralásra vonatkozó kérelmeket. Elsősorban azokat várjuk, akik még nem voltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a 65 év felettiekre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Azt is kiemelném, hogy a védőtávolságokat üzletekbe, köztereken be kell tartani, és vásárláskor, ügyintézéskor a maszk használata kötelező. Kedves füzesabonyiak! A járványveszély nem múlt el, de az Önök hozzáállásának is köszönhetően a szabályok enyhülnek. Azonban továbbra is arra kérek mindenkit, hogy az előírásokat tartsa be, és figyeljen a környezetében élőkre. Különösen a 65 év felettiekre. Vigyázzunk egymásra!